sült hol. Mindig csorog. Kolbi. Tudom, hogy itt az ideje videózni, de... Mint láthatjátok, ez picit nehézkes lesz, mert öcsémek enyhén el akarják trollkodni. Na, hát minden egyes sétánknak ez lesz mostanában a következménye, hogy Lili elkezd zordítani a babakocsiba, és felkerül a hátamra, mert hiába szeretné férjem felvenni, az ő hátán nem marad meg, csak az én hátam a jó. De amúgy nagyon örülök neki, hogy béreltünk egy csatos, mert határozottan könnyebb. Illetve tegnap is úgy aludtál, elmentünk koktélozni, majd reggel mesélek. Szóval tegnap is úgy aludtál, hogy a hátamon, és otthon csak levettem a hátamról be a kis helyből, és akkor minden jó volt. Jó. Nem. Hogy te fogad? Hogy te fogad? Sziasztok! Hát nem egyszerű ez a videózás, ugyanis nem most kezdek bele már először. Az előbb megpróbáltam felvenni nektek, hogy elmeséljem, hogy mik történtek velünk az elmúlt pár napban. Aztán miután elmondtam, észrevettem, hogy a telefonom már megint félúton abba hagyta a videó felvételt, és nem lett meg a vége. Aztán azt is láthattátok már, hogy öcsém és a barátnője, akik mellesleg a keresztülők, mindenképpen szeretnék széttorolkodni itt a videóimat, úgyhogy ők is nehezítik a körülményeket. Most jelenleg kinn az erkélyen reggeliznek, és bezártuk az erkély ajtót, úgyhogy elvileg végig tudom mondani, mit szeretnék, bár remélem nem fognak bele sikítozni. És közben Lili is rombol természetesen. Na szóval, kezdjük az utazásnál. Hajnalban indultunk, hajnali 2-kor, Barcsnál jöttünk át. Úgy voltunk vele, hogy akkor Lili majd szépen tud aludni. Na most pont teli hold volt, úgyhogy alapból elaltatni nagyon nehéz volt. Aztán nem is igazán aludt, össze-vissza vergődött ő is és mi is. Úgyhogy már majdnem Barcsnál voltunk, amikor nagy nehezen sikerült végre elaludnia. És itt is van Lilien. Nem. Na, szóval Barcsnál elaludt. Egyszer-kétszer kellett megállnunk, és ide is értünk sikeresen. Hello. Én nem kérem a kalapot, köszönöm szépen. Az a te kalapod. Igen, most jelenleg Novi Vinodolskiban vagyunk, egy apartman béreltünk egy ismerőstől. Egy ilyen nappali van egyben a konyhával, és van 2 ilyen kis félszoba. Nem vészes aludni, teljesen tökéletes, de 4 fő plusz egy gyerek azért elég szűkösen van, és hatalmas a káosz és a kuplerák, úgyhogy semminek nincsen helye. Szóval az első nap ugye mindenki fáradt volt és nyűgös, főleg Lilian, úgyhogy nem nagyon csináltunk semmit, felfedeztük a várost, elég pici kis üdülő településről van szó. Én nem kérem a sapit, köszönöm szépen. Aztán hát megpróbáltunk bemenni a vízbe, de Lili, mivel alapból nyűgös volt, ezért nem igazán sikerült, egy nagy ordítás lett az egésznek a vége, mert is félt a hullámoktól, meg alapból nem tetszett neki semmi. Másnap szintén egész nap nyűgös volt, úgyhogy sétálgattunk, semmi extrát nem csináltunk. Harmadnap meg természetesen esett az eső, miért is ne, úgyhogy át akartunk menni. Már megint elfelejtettem, hogy mondják! Srikvenicába szerettünk volna átmenni, át is mentünk, viszont ott köröztünk egy csomót, mert hogy nem találtunk parkolóhelyet, és akkor el is indultunk visszafele. Egy rövidebb úton, ahol a GPS hozott minket, föl a hegyekbe, én nem tudom, hogy ez miért volt rövidebb, bal oldalt erdő, jobb oldalt szakadék. Nagyon csini vagy abban a kalapban. Szóval bal oldalt erdő, jobb oldalt szakadék, szembe jöttek az autók, ki kellett őket kerülni, közben ilyen világvége településeken voltunk, viszont baromi szép volt a kilátás, úgyhogy megálltunk, hogy mi majd most ott jól körülnézünk, de amint kiszálltunk a kocsiból, természetesen elkezdett megint esni az eső. Lili meg végigordította az utat, mert baromira nem volt kedve kirándulni, úgyhogy ez sem volt valami sikeres.
De aznap is sétálgattunk, meg ilyenek. Ugye most úgy alszik el Lili, mivel ugye eddig mindig az Adamú hintában aludtál, most úgy alszik, hogy béreltünk egy csatos hordozót, és akkor, amikor nyűgös, akkor abba belerakom, elalszik és bele a babakocsiba. Valamelyik nap elmentünk koktélozni is. Teljesen szörnyű anya vagyok, mert alkoholt ittam, miközben ott ült mellettünk a gyerek, de hát ez van. Egy kis pihenés kell anyukának is. És amúgy teljesen jól viselte, hogy a tölcsért ezt mindig kap, a fagyizások alkalmával, úgyhogy ezt nagyon-nagyon szereti. Evett sült krumplit, most virslit reggelizett, üveges kaját is evett, úgyhogy nagyon örülök neki, mert végre megjött az étvágy. Az utóbbi pár napban kb. Levegőn élt a gyerek, meg fényen. És most meg elkezdett tenni, úgyhogy nagyon örülünk neki. Illetve kijött egy foga. Mi meglepő, utazunk és rossz idő van, és kijön a gyerek foga. Szóval megint van egy plusz foga, most már 6 fok büszke tulajdonos a Lilian. Tegnap már sikerült bemennünk a vízbe, találtunk egy kavicsos részt, alapból itt Novi Vinodolskiban sziklás strandok vannak, viszont találtunk egy apró kavicsos részt, és akkor oda már be tudtunk menni, 2-szer is benn voltunk Lilivel a vízben, és most már nagyon élvezte, pancsolt meg minden, úgyhogy most már teljesen jó volt. Még van 3 teljes napunk a maival együtt, most reggel 3:45, úgyhogy ez még egy teljes napnak mondható. Szóval most bemegyünk a központba, mert hogy akarok venni 20 szöveget. Ne hagyjatok békén, tűnés! És én tök nagy lépcső vezet föl. Úgyhogy most nem hoztunk babakocsit, hanem alapból Lilit a hátamra kötöttem. Megpróbáltuk férjem hátára kötni, de amint oda raktuk, sírt. Nálam meg röhög, szóval fogalmam sincs, mi van vele. Tegnap azt szerettem volna elmesélni, hogy... Igen, lefáradtam a lépcsőbe. Baszki, sok van még! Jesszusom. Szóval, felmentünk a Lidlibe egyik este, és nem. A koktélozás után, és kivettem Lidlit a babakocsiból, mert felébredt, és hogy magamra raktam csípőmre, valahogy elmozdult a pelenkája, és lepisílt a Lidli kellős közepén. Úgyhogy tökre fájt már a jobb kezem, mert ugye abba tartottam a gyereket, de nem tudtam mit csinálni. Mert hogy ott volt egy pisi folt, és a Lilivel takartam el. Aztán ezen így túltettem magam. Tegnap meg hátamra kötöttük szintén, már séta közben. Akkor meg lehányta a hátamat. Úgyhogy... Mert meg sem próbálok csinos ruhát felvenni. Nem akarom levinni a partra, mert hogy mégis csak drága. Viszont így meg valószínűleg tök szar lesz a hang, szóval előre is bocsi érte. Most megkajáltottuk Lilit, meg mi is vettünk fel falatot, és lemegyünk strandolni. Ami vicces, mert Lili mindjárt alszik a hátamon, szóval valószínűleg nem fogunk tudni bemenni a vízbe, mert pont aludni fog.
Most értünk haza a strandról, és leégett az arcom a naptáj ellenére, a hajam meg valami furcsa állagú lett a sónak köszönhetően. Most mindjárt megyek és lezuhanyzok, előttem bevágott mindenki zuhanyozni, úgyhogy az előbb a Maja mondta, hogy már nincsen meleg víz, úgyhogy hideg vízben fogok fürödni és hajat mosni, ami nagyon-nagyon jó lesz. Aztán elkezdünk készülni és elmegyünk vacsorázni. Igen, vettünk búver szemüveget, és baromi jó volt. Bukdácsoltunk férjemmel egy csomót, mert hogy Lili elaludt, elaltattam a csatos hordozóba, beraktam a babakocsába, és akkor addig öcsiek kint figyeltek rá, mi meg akkor kicsit be tudtunk menni ökörködni a vízbe. Elég hülyén néztek ránk, hogy mi két felnőtt ember, aki az előbb még egy gyerekkel volt, ott bukdácsol és sikongat, hogy jaj, láttad azt a halat, gyere, megmutatom, hogy mit láttam. Így nagyon-nagyon élveztük. Lili addig aludt, most 17:30 van, remélem, hogy lefárad, most este 8-ig nem fogom engedni aludni, hogy normálisan tudjunk vacsorázni, hogy addigra elaludjon. Amúgy kétszer is benn voltunk vele a vízben, és nagyon-nagyon élvezte, főleg amikor kint tud állni a vízben, illetve ott ülni, amikor nem olyan mély, azt nagyon-nagyon élvezi. Úgyhogy még van két teljes napunk, és reméljük, hogy az is ilyen szupi lesz, mint a mostani. Tényleg semmi meleg víz nincs. Szóval nagyon megfelelődik. De remélem, ezt hallottátok. A lényeg az, hogy én szívtam. Na, sikeresen elkészültünk, olyan 6:30 körül van. És most épp indulunk vacsizni. Lili most megvacsizott útközben a babakocsiban. Az a baj, hogy még korán van, tehát hogyha most magamra kötöm és elalszik, akkor éjjel fel fog kelni. Viszont hogyha most nem kötöm magamra és nem alszik el, akkor viszont az étteremben lesz hiper-szuper nyűgös. Úgyhogy most jelen pillanatban még fogalmam sincs, hogy mit csináljak. Még agyalok rajta. Közben öcsémet és férjemet kikészítettük elég szépen. Mert hogy amíg készülöttünk Majával, addig különböző palettákról és sminkekről beszélgettünk, és MAC rúzsokról, és NYX-ről, és Rimmel szempill, aspiráról, meg minden finom dolgokról. Mondták, hogy közel állnak már az idegösszeroppanáshoz. Úgyhogy nem engedték, hogy befejezzük, mert befejezzük az étteremben. Ez csak pici. Te vagy az első, aki elheti a pizzát. Nyami, pincsi pizza szél. De nem meleg? Na szóval, mint láthattátok, megvacsoráztunk, Lili kapott pizza szélet, ami mostanában nagy kedvenc nála, és elaludt. De úgy veszik el, hogy énekelnem kell ugyanúgy, mint otthon, és közben így rángatóznom, mint kedves férjem le is videózta, úgyhogy majd hangulatfüggő és megmutatom, vagy nem mutatom, attól függ, milyen lett a videó. Amit csinált sunyiba az én drágám, úgyhogy most megyünk hazafele, és megnézzük a trónok harcát, mert hiába nyarulunk, trónok harca kell. Szerintem más programunk nagyon nincs. Történt velünk ma valami ezen kívül. Fürdőztünk, az tök jó volt. És holnap is fürdőzünk, és reméljük, hogy ez is tök jó lesz. Nem mondjuk, megkérdezem tőlük, hogy láttak a reggelinek. Jó reggelt, vagy jó napot, 9:40 van, és Lili már túl van a délelőtti alvásán is. Baromi fáradtak vagyunk férjemmel, ugyanis igen, láthattátok, elaludt ő a hátamon. Igen, rólad van szó, Manci! És amint hazajöttünk, beleraktuk a kiságyába, és abban a pillanatban felébredt, felállt a kiságyban, és elkezdett röhögcsölni, fél órán keresztül tök jó kedve volt, utána viszont hát látszott rajta, hogy álmos, és most éppen úton van. Szóval látszott rajta, hogy álmos, de visszaaltatni már nem igazán lehetett, úgyhogy olyan 11:30 lehetett, nem, mikor lementünk. Ismét a hátamra kötöttem, és lementünk sétálni, pont mellettünk van egy ilyen kis csónak kikötőszerűség, és akkor ott, hát,
ugyanúgy ugráltam és énekeltem. Az erkélyről néztek az emberek, szerintem full fogyatékosnak néz most már mindenkit, Novi Vinodolskiban. Hihetetlen ez a sok mással hangzó, na mindegy. Szóval igen, ennek ellenére ugyanúgy 5:30 körül már fönn volt. Úgyhogy rohadtul váradtak vagyunk. Jó, de tök jó amúgy nyaralni egy gyerekkel, meg tehát azt azért nem mondom, hogy ugyanaz, mint hogyha otthon vigyáznék rá, mert hogy azért itt ketten vagyunk férjemmel, és azért könnyebb, mint amikor az ember hétköznap otthon van egyedül, és a férje meg dolgozik. Tehát, hogy így azért valamivel egyszerűbb, meg hát azért folyamatosan mászkálunk, tehát nem ugyanaz a rutin van, mint alapból szokott lenni. Viszont akinek ilyen pörgős gyereke van, mint az én Lilim, annak rohadtul nem pihentető nyaralás, és baromira nem kipihenve fog hazatérni. Na, hát kedd este van, és mert túl vagyunk a vacsorán, Lili alszik, és mint láthatjátok, le vagyok izzadva, és már is mondom, hogy miért. A Lili amúgy egész állónap aludt, egy csomószor bent tudtunk lenni a vízben, addig ugye most is öcsék vigyáztak rá, amikor fönn volt, akkor is tök jó kedve volt, úgyhogy teljesen jó volt a mai nap. Aztán este is, amíg felértünk a belvárosba, teljesen jól volt. Amint leültünk, hogy mi most akkor megvacsorázunk, elkezdett nyöszögni. Úgyhogy én megrendeltem a kajámat, utána a hátamra raktam a gyereket, és akkor mentem egy kört sétálni. Kihozták a kaját, akkor gyorsan megettem. Lili addig kapott pár szem sült krumplit, aztán ismét a hátamra raktam, és mentem vele tovább. Úgyhogy nagyon kellemesen telt a vacsorázásunk, de hát ez van. Az a baj, hogy hallottam, illetve láttam is, hogy más szülők úgy csinálják, hogy anyuka megvacsorázik, vagy megeszi a kajáját, addig apuka figyel rá, aztán csere. Na most nálunk ez fizikai képtelenség, ugyanis ebben a pár napban a tetőfokára hágott a szeparációs szorongás Lilinél, és kb. 5 másodpercet van el nélkülem maximum. Tehát a vízbe is, amikor közösen megyünk be, akkor hiába hoztunk csónakot, meg ilyen nyakra rakható úszógumit, egyszerűen nem, semmi nem jó, csak az jó, hogyha belém kapaszkodik, közben nevetgél, meg pancsol, de muszáj, hogy közben szorosan engem fogjon, tehát hogy most ebben a pár napban ezt a korszakát élik. Na mindegy, úgyhogy végig ugrálva a partot nagy nehezen sikerült alaltatnom, és még mindig nem ez volt, amiben megizzadtam, hanem amikor hazajöttünk, és férjem leszette a hátamról Lilit, miután elaludt, hogy akkor berakjuk a kiságyába, akkor vettem észre, hogy átázott a pelusa. És volt rajta egy bedi, meg egy rövid nadrág. Na hát én úgy pelenkáztam át, és öltöztettem át ezt a gyereket, mint valami hímes tojást. És közben folyamatosan izzadtam, és imádkoztam, hogy csak fel ne ébredjem, mert nem akarok megint éjjel itt a parton rohangálni, mint tegnap. És nagyon ügyes voltam, és sikerült rendesen ágyba rakni a gyereket. Úgyhogy most öröm és béke. Tegnap nem tudtuk ugye megnézni a Trónok harcát. Ma szintén nem fogjuk megnézni a Trónok harcát, mert dögfáradt vagyok. Úgyhogy hát holnap van az utolsó napunk. Veszünk pár szuvenírt, meg nem tudom még, hogy mit csinálunk, valószínűleg fürdőzünk is egy picit. Közben hallgatozok, mert elhoztuk a babyört, és amikor Lili alszik, akkor ugye a szobánkban van, így ebben a szobában van, és ott van ugye a babyőr, és itt a nappaliban akkor tudunk beszélgetni, meg ilyesmi, nem kell itt lábújhegyen közlekedni. Igen, átázott pelus, erről meg csak annyit, hogy a nem létező dolgaim is ki vannak ebben az egésztel, és eddig Libero Appengót használtunk, el is hoztam egy teljes nagy csomaggal belőle, és háromszor átázott, tehát mert háromszor átázott a Libero Appengó, azt szoktuk nappalra használni, éjszakára meg ilyen DM baby levos pelust használunk.
oké, csak felsült. Szóval a DM Baby Lábos pelust használunk, most azt adtam rá már egy pár napja, hogy akkor a Liberusat most hanyagoljuk, és ez is átázott, úgyhogy nem tudom, most nem, legközelebb talán veszek Pampers-t, vagy a franc se tudja, de egyszerűen nem értem, hogy miért ázik át neki minden egyes pelenka. Úgyhogy ez így elég kellemetlen. Úgyhogy holnap fürdőzés, és írjátok meg, Léci, hogy nektek melyik az a pelenka, ami bevált, mert én most elég szomorú vagyok és csalódott, mert ez a kettő, ez nekünk már szinte az elejétől fogva működött, és most nem működik sajnos. Úgyhogy Léci, írjátok meg, hogy ti mit javasoltok erre. Nem kell, jó ez neki. Ja, nem. Na, felmentünk szuvenírt venni, és most technikai szünet van, mert Lili eszik itt a főút mellett, úgyhogy nem tudom, mennyit hallatok belőle. Akartam venni neki egy ilyen rugós sellőt, tök cuki volt, de 70 kúnába került, és nem akart férjem 70 kúnát fizetni érte. Úgyhogy ennek örömére, mint láthattátok, vettünk neki egy bazinagy rózsaszín dínót, aminek tök sok köze van a tengerhez, 120 kúnáért. Úgyhogy, de amúgy tetszik neki, tehát mi mindig úgy vásárolunk Lilinek ajándékot, vagy szuvenírt, hogy megmutatjuk neki, és hogyha tetszik neki, akkor megkapja. Úgyhogy magunknak vettünk kulcstartót, meg hűtő, meg de senkinek nem viszünk semmit, csak magunknak vásároltunk lényegében szuvenírt. Igen, azt elfelejtettem mesélni, hogy tegnap majdnem megölt a férjem. Te voltál, ne vigyorog, elmesélem mindenkinek. Tökre élveztem, hogy tudok úgy lebegni a vízbe, illetve egy helyben úszni, ugye, ahogy nem ér le a lába. És Lili aludt, bementünk a vízbe, ott úszkáltam meg, mint tudom, és levettem a szemüvegemet, mert hogy bepárásodott, ugye ezt az úszó szemüveget, búver szemüveget, levettem, mert bepárásodott, és ő meg azt hitte, hogy azért, mert hogy már leér a lábam, és mögém úszott, és rám akart csimpaszkodni, hogy átolál. Ja, csak hogy lenyomott a víz le. Az egész orrom, szám, mindenem tele volt vízzel, majd nem meghaltam, konkrétan szédültem, csillagokat láttam, nagyon-nagyon szarú voltam. Úgyhogy ezt már másodszor játssz el velem amúgy, mióta itt vagyunk. Most én úgy tervezem, hogy jelenleg nem megyünk be a vízbe, legalábbis én biztosan nem, mert hogy így elég volt a showból, borzasztóan kiszáradt a bőröm. Úgyhogy én ma már nem akarok fürdőzni. Lassan hazamegyünk, összepakolunk, megebédelünk, lemegyünk a strandra azért, hogy öcsiékről készítek pár fürdőzős képet, mert kérték, hogy készítsek róluk fürdőzős képeket. És Lili befejezte az ebédjét, úgyhogy megyünk is tovább. Hát sziasztok, mégiscsak becsobbantunk egyet a vízbe, most már délután 2 óra, Lili fő a változatosság, de épp a hátamon alszik. És amúgy elmentünk, itt ment el mögöttem férjem. És amúgy elindultunk megkeresni öcséméket, akik pont itt jönnek velünk szembe, tök vicces, mert hogy azért elég nagy itt a partszakasz. Na mindegy, én most elköszönök, úgy tervezzük, hogy este 11-kor elindulunk haza, hogy Lili aludjon, illetve péntek reggel már férjem dolgozik, úgyhogy akkor csütörtökön itt tud egy kicsit pihenni, majd infoboxba leírom, hogy milyen volt a hazaút, remélem, hogy üresen tudom hagyni, mert eseménytelen lesz. Köszönöm, hogy velem tartottatok, majd jövünk legközelebb. Sziasztok!